reggeli személy, és hál' Istennek a jövőbe láttam 6 órakor, amikor azt mondtam, hogy Rab Árpád jövő és tenetkutató lesz a vendégünk, a Budapesti Kornusz Egyetem docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Intézetének tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok! Többször voltál már itt a rádióban, beszélgettünk mi is már itt a reggeli gyorsban. Azt kérdezte tőlem a Selmeci, hogy mikor döntötted el, hogy jövőkutató leszel, és hol van jövőkutató képzés? Én nem döntöttem, hogy jövőkutató leszek. Én egyszerűen mindig érdekelt a technológia és a társadalom viszonya, és egyszerűen média szereti a jövőkutató kifejezést, én nem is szeretem használni, mert hogy a jövőkutatás maga egyébként egy letisztult módszertan, több helyen tanítják, Kornuszon is van jövőkutatás tanszék, az MTA-nak van jövőkutatási bizottsága, csomó kiváló szakember dolgozik ez a kérdéssel, hogyha valaki akar ilyen, de nem tudom, hogy van-e ilyen OK-s képzés, vagy bármi. Biztos jól néznek ki, mert ugye az a vizsgatétel az elején megmondott, hogy mi lesz a végeredmény, és ha tényleg az, akkor az a végeredmény, és önbeteljesítő jóslat. Engem mindig az érdekelt, hogy merre halad a világ, és hogy ha itt csinálunk valamit, akkor mi lesz, és akkor az ember visszaballag a jelenbe, és akkor megpróbálja a sikeres forgatókönyv felé mozgatni a dolgokat, inkább ilyen jövő alkotás, de én csak kíváncsi vagyok a jövőre. Az, amit gondoltál mondjuk 2021-ben a világ és Európa jövőjéről, azt mennyiben forgatta föl, vagy írt át február 26-a, amikor Oroszország lerohanja Ukrajnát? 24 talán, 24. De hogy az, hogy kitör a háború, én azt nem gondoltam. Tehát, hogy az, hogy a feszültség megy, hogy a megszokott játszmák, a gazdasági mindenféle méregetések menni fognak, azt igen, de azt, hogy konkrétan bemegyünk és másik világháborús eszközökkel megölünk embereket, azt, hogy a bennem levő humánum, vagy azt nem tudom, de lényeg az, hogy magát a háborút én nem gondoltam. De alapvetően a fő trend az ugyanaz, amit már sok évtizede jelenünk elő, erőforrás hiány, átrendeződés, kulturális és gazdasági modellváltások vannak, a pénz, a munka és az erőforrások értéke is megváltozik, ezt láttuk ilyen értelemben, maga a járvány is és a háború is előre jelezhető, felgyorsítják azokat a trendeket, amiket láttunk. Ezek azok a pofonok, tehát 10-20 éve beszélünk dolgokról, beszélünk alatt egy csomó kutatót értve, de kellenek pofonok, amikor az ember rájön, hogy hú, tényleg asszály van, vagy hú, tényleg nincs valami alapanyag, és akkor hirtelen az intelligens rendszerek előtérbe kerülnek. Az egyik hallgató, most nem találom a Viber üzenetét, arra hívta fel a figyelmet, hogy 2017-ben egy amerikai szerző írt, aki Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatát vizsgálta, ő már jósolta azt, hogy ez lehet, tehát ez a háború lehet, ami így bekövetkezik, és aztán a hallgató is írt azt, hogy számára ilyen lidérces volt, hogy megvalósult ez a 2017-es jóslat. Hát igen, mondjuk az ukránok szerint már 2014 óta zajlik ez a háború, tehát hogy akkor még csak nem is előrejelzés. Nagyon sok jó elemzés van és előrejelzés. A jövőkutatásnak vannak ilyen klassz csapdái is, például mondjuk tudjuk azt, hogy a sertéspestis járványnak nagyon nagy lehetősége van Európában, nagyon nagy a halálozási aránya. Ezt egy jó ideje jelzi nagyon sok kutató. Emiatt viszont az utóbbi években meg is erősítették a sertéstelepeken a minőségbiztosítást, és lehet, hogy sikerül megoldanunk, és nem lesz sertéspestis járvány. Akkor most jól jósoltuk meg a jövőt, vagy sem? Tehát azzal, hogy ki is oltunk valamit, akkor végül is nem jön létre az a helyzet. Klasszikusan a forradalmak eltüntetése mielőtt kitörnének, az is egy ilyen, jelezzük, hogy nézzetek, itt jön egy társadalmi feszültség, ebből lehet egy forradalom, a kormányok a maguk szája íze szerint lépnek, mondjuk megoldják a problémát, vagy elnyomják azokat az embereket, csak akkor nem lesz forradalom, akkor most igazam volt, vagy sem. A másik az, hogy sok megalapozott jó trendelemzés nincs olyan sok. Ilyen előrejelzés, hogy figyelj, lehet ez is, riogatjuk magunkat, abból viszont végtelen van. Tehát de ezeket a trendeket miből lehet, mik azok az apró szegmensek, adatsorok, amiből vizsgálni lehet? Most már nagyon sok adatunk van. Tehát régen is nyilván terveztek előre. Lehet, hogy nem jövőkutatásra hívták, vagy országnak, vagy bárminek. Most nagyon-nagyon sok adatunk van. Historikus is. Tehát látjuk, hogy ha ez történik, milyen eredményei vannak az emberek körében. Most már tudunk
összetett jelenségeket is. Tehát nem ilyen egyszerű, na, hogy felépítem a házat, akkor a folyó el fog kanyarodni, hanem a folyó forrásánál is tudom, hogy mi van. Tehát egyszerre 2-3-4 ezer tényezővel is tudok dolgozni, mert vannak hozzá informatikám, meg van hozzá adatom. Azt, hogy mi a jó adat? Miben hiszek? Például a klímaváltozás nagyon nehéz vizsgálni, nagyon sok forrás követek. Én 14 iparágat követek nagyon-nagyon sok adattal, hogy és iparágnak számít ilyen értem a klíma, vagy akár a mesterséges intelligencia, és akkor nézem azt, hogy hogyan hatnak egymásra. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk kimutattunk egy forgatókönyvet, hogy figyelj, hogyha ezt így csináljuk, ez lesz. Ez van, akinek jó, van, akinek nem. És a forgatókönyv sikerét azt fogja eldönteni, kinek nagyobb az érdekérvényesítő képessége, ezért ilyen érdektérképeket szeretek készíteni. Igen, és hogy kiírja a forgatókönyvet. Tegnap rakta ki, vagy jelent meg a Telexen, hogy az Exxon 20 évvel ezelőtt már pontosan tudta, hogy a tevékenységének milyen hatása van a klímára, folyamatosan elhazudták és tagadták ezeket az adatokat, aztán most kiderült, hogy ők pontosabban látták az éghajlatváltozást, vagy a klímaváltozást, mint a NASA szakemberei. Hát ebben egy iparág, pont a nem véletlenül ilyen kemény jó jövőkutatások általában üzlet. Sőt, én is az üzleti elemzésen, nem tudom, 150 oldalban megírom, hogy na figyelj, ez lesz. És akkor hát ott őszintébb tud az ember lenni, másrészt könnyebb a pénz viszonylatából nézni. Ha mondjuk hát most nem is tudom, hogy ilyen üzleti titkokat esélyek, de valamilyen cégnek megmondom, hogy mi van, akkor az ő célcsoportját nézem, az ő versenytársait, nagyon pontosan meg tudom mondani. Ezt régen erősen látták az iparágak, akár a dohánygyárak látták azt, hogy mit okoznak, és egy hosszú távú stratégiával kutatóintézeteket alapítanak, akik azt mondják, hogy nem is probléma a dohányzás, és akkor ezzel nagyon jól lehet számolni a trendekkel ilyen értelemben. 5-10-15 évre előre látod, ha piaci szereplő vagy, akkor csak magaddal kell foglalkoznod, és kényelmessé teszi. Én a társadalommal szeretek foglalkozni, és ott nagyon nehéz, hogy most mindenki győzzön egy kicsit. Tegnap a műsorra készülve, mert a mesterséges intelligenciáról is szeretnék beszélni, van egy olyan oldal, Crayonnak hívják, az egy olyan oldal, ahova az ember beír egy angol mondatot egy rubrikába, és az a mesterséges intelligenciával egy képet rajzol. Én tegnap otthon ülve beírtam a rubrikába, hogy holnap a jövőről fogunk beszélni, és akkor kidobott nekem egy 9 képből álló összeállítást. Tehát a mesterséges intelligencia ezt gondolja arról, hogy mi beszélgetni fogunk a jövőről. Imádom a generatív eminket, vagy egyáltalán az emit, én most mesterséges intelligenciában és egészségügyben utazom a következő években, itt van az összes projektem és fejlesztésem. Igen, beszéljünk erről majd. Tényleg, szerintem ez a generatív eminket, tehát amikor beírok néhány kurcot, megrajzolja, vagy kérdezek tőle valamit, és megmondja, és egyre okosabbak a ChatGPT-nél is, beszélgetek vele. És impresszív tud lenni, hogy nem tudom, megkérdezem, hogy kell jól szakítani, és akkor pontokba szedve elmondja, hogy figyelj az érzelmeire, legyél őszinte. Mintha teljesen, tehát tudunk utánozni embereket, aha, most már elég jó, de nagyon-nagyon izgalmas, amit felvesz, és én ezen szeretek lovagolni, és most minden iparág ezen lovagol. Mert te most beírtad ezt, és valóban kijöttek ezek azok a képek, amik bizonyos értelemben impresszívek, mert itt vannak ilyen. Hát egy H.G. Wells könyvborítója. Igen, annó. Másrészt meg olyan semmilyen sem, mert igen. Hát milyen izé. Vannak rajta UFO-k, vagy valami fánkok repülnek az égen, azt már nem tudom, hogy azt gondolod, hogy a fánkokról fogunk beszélni, vagy az UFO-król. De hogy is mondjam, már ne haragudj, mesterséges intelligencia, egy kicsit többet vártam tőled. Igen, és pont ezt szoktam, van egy ilyen előadásokban, ez alaplegenerált képet oda teszek, és akkor ez a barátságos mesterséges intelligencia, ott is kék színű, mert az intelligencia agyban rajta, de semmi, de ez nem az. Olyan értelemben, hogy ez csak a kezdet, és hogyha dolgoznál vele hosszan, és egyre hosszabb lenne ez a mondatod, akkor egy idő után meg tudsz rajzolni egy olyan ilyen képet, ahol végülis neked rajzkészséged nincs, most nem tudom, hogy van-e, csak most így általában mondom, hogy viszont jól tudsz fogalmazni, beszélgetsz az emivel, és x óra munka után létrejön egy olyan festmény, én nem tudok rajzolni, de meg tudom festeni. És nyilván a művészeti iparág azt mondja, hogy hát Árpád, menj valahova el, melegebb égharatra, mert ez nem festészet, én művész vagyok. De én meg azt mondom, hogy nézd, de hát én meg az agyammal rajzoltam, és semmi segítségért, meg ecsettel. És ugye ebből komoly versenyhelyzetek vannak, ugye díjakat nyertek emiatt a rajzolt festmények, vagy hát pénzprobléma is nyilván. És itt jön be az, hogy együttműködésről van szó. Az emi
ő csak egy gép. A technológia mindig csak egy gép. Imádom a technológiát, de ő nem akar semmit. Én mondom neki, hogy mit szeretném. Minél hosszabban, minél alaposabban, viszont egyre inkább a te személyiséged bekerül. Ha dolgozol X órát vele, akkor most előttünk lenne egy olyan kép, ami nagyon vagány lenne, és tükrözni azt, hogy te mit gondolsz a mai beszélgetésünkről. És hogyha például egy marketing céget fejleszt valaki, és most mindenkinek azt mondja, saját emiket fejleszten. Képesek vagyunk arra, hogy két éven belül egy marketing cég azt mondja, hogy nézd, én egyedül vagyok, de most megbeszéljük, mi legyen a téma, én hazafelé bediktálom az emimnek, mert már jó van idomítva, egy órán belül megrajzolja, a Facebookon 0,1 másodpercen belül válaszol mindenkire, én egyedül elviszem az egész kampányt, olyan responsivitással, amit még nem láttál. Örülök. Ha jól álmodtam meg, hogy például a síró ember. Én síró emberrel szoktam játszani, nagyon sokat tesztelek, emit fejlesztek, és mindig az érzelmek mentén mozgok. Uh-huh. Más egy síró ember képe a te fejedben, mint az enyémben. Ezért itt nem is arról van szó, hogy egy emi, hanem arról van szó, hogy 15 milliárd emink lesz 10 éven belül, neked is lesz 4-5-6 segítő emid, mintha ilyen aranyos kutyák lennének körülötted, akik segítenek. Csak be kell idomítanunk, meg kell tanulnunk a gondolkodást, és ugye itt jön be az, hogy például egy iskolában ezt kell tanítani, prompt mérnök hívjuk, tehát amikor beírod ezeket a szavakat, a promptokat, és azzal egy munkára kényszeríted az emit, hogy ugye ma iskolában valóban promptmérnököknek tanítjuk a gyerekeket. És ugye most egy kicsit elakadtam, mert az egészségügyre akartam rákérdezni, hogy talán egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt azért már napvilágot láttak olyan adatok, hogy mesterséges intelligencia az bizonyos műtéteket, bizonyos orvosi kezeléseket nagyjából 2 óra alatt megtanul ugyanazt, amit egy orvos 24 év alatt sajátít el gyakorlatot. Megoldást lesz az egészségügyre, meg hogyan éljünk minél tovább kérdésre a mesterséges intelligencia? Biztos, hogy benne lesz. Mert én ezért is szeretem az egészségügyet, mert nyilván minél boldogabban, minél hosszabban, egészségesebben akarunk élni. Ha csak azt, hogy... Nem akarok egészségesen meghalni. Nagyon zavarna. Tehát, hogy én minél... ugye az alapvető cél mégis az, hogy nem tudom, most már nem menjünk bele abba, hogy halhatatlanak jó-e lenni, vagy sem, mert az egy hosszabb beszélgetés lehetne. De alapvetően segíteni akarunk az embereken. Ugye az ipari társadalomnak egy olyan logikái voltak, ami uniformizált. 3x1 gyógyszert adok mindenkinek minden nap. De ma már tudom, hogy hány kiló, hogy férfi vagy nő, vagy stb. És tudom, hogy 2x1, vagy 1x1, vagy 4x1. Ezzel csak Magyarországon évente 20 000 ember életén lehet segíteni. Csak a célzott gyógyszerezéssel. Egy orvos kiképzése 6 év. Le tudom csökkenteni úgy, hogy csak egy dologra tanítom meg, specializált orvos. Le tudom úgy, hogy a szikélye rákorrigál egy kicsit. Le tudom úgy, hogy egy csomó munkát megoldatok az emivel, és pihentebb lesz az orvos, mert az adminisztrációt megcsinálni. Meg tudom csinálni úgy, hogy a pszichológiai kezelés 90%-át az emi rengeteg ilyen szolgáltatásán, USA-ban nyugodtabbak az ilyen dolgok felől, mármint hogy merik csinálni az üzleti vállalkozásokat. És az emivel beszélgetek, megállítja a pszichológiai profilomat, de az orvos írja föl a végén. Tehát, hogy van egy emberi beavatkozás rész, ez a felelősségvállalás miatt is van, és most a magyarországi adatok nem régen reprezentatív izék. Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt, amikor egészségügyet kutattam, akkor az volt egészségügyet, hogy nem. Most már jobban bíznak az algoritmusokban, mint a barátaikban, tudáskeresés terén, és amikor konkrétan arra kérdeztünk rá, hogy egy emi döntésében megbízna-e orvosi diagnózis esetén, akkor a túlnyomó többség 60%-ban egy emberi beavatkozása de már el tudja fogadni, tehát hogy csinálja, mert szükségem van rá. És 10% teljes feltétlenül nem is igényli az ember. Ez azért lényeges, mert az egészségügyet nyomjuk ki az otthonokba. Mert egészségügy már nem az, hogy beteg vagyok és kórházba vagyok, hanem az, hogy a betegség előtti megelőzés, meg az, hogy otthon kúrálom magam adatgyűjtéssel, profi eszközökkel, egyszerűen jobban élek. És én ez a rész, ez a kiterjesztett egészségügy, ami nem annyira formális, inkább üzleti alapú, ez nagyon technológia fókuszú. Ahhoz az kell, hogy mert én is azt tapasztalom, hogy a körzeti orvosunk is messengeren keresztül diagnosztizál és ír fel gyógyszereket, ami aztán feltölt a felhőbe, és hát a beteg-orvos kapcsolat azt kezd minimálisra süllyedni. Kérdés az, hogy elfogadom el, hogy ő az adataim ismeretében jó diagnózist állított fel, és hogy meg fog-e gyógyulni. Hogyan lehetne növelni a technológia iránti bizalmat?
Szerintem, tehát a bizalom szerintem a kulcskérdés. Tehát az, hogy kiben bízunk és hogyan. És nagyon sokszor szerintem egyszerűen az a probléma, hogy rosszul közelítünk hozzá. Félünk tőle. Tessék? Félünk a technológiától. Félünk, bizalmatlanok vagyunk, mégis egyre többet használjuk. Mert nem tudjuk, hogy használjuk. Tehát amikor egy call centerrel beszélek, akkor azt hiszem, hogy az valóban annál van a túlsó végén, és azt kérdezi, hogy valóban ezt a funkciót akarja aktiválni a mobiltelefonján. Mondom, hogy igen. Elégedett a szolgáltatásunkkal? Mondom, köszönöm szépen, igen, viszont hallásra. Anna, aztán kiderül, hogy nem Anna volt, hanem egy szoftver, igen. Az ügyfélkapcsolatokat már jól tudjuk kezelni, sőt az oktatásban is néhány szemináriumot már évekkel ezelőtt egy ilyennel vezettem le, mert hát végül is véges számú azok a kérdések száma, amit egy hallgató feltesz a tanárja felé, amiket már akarok válaszolni ezek közül, mert nyilván ezek igen, csak sokszor rosszul fogalmazunk meg kérdéseket. Például az emberek attól félnek, hogy robotok elveszik a munkájukat, pedig nem, hanem attól, hogy elveszik a pénzüket. Tehát, hogy a bizalomnak az egyik része, hogy fölismerjük, hogy pontosan mi is történik. Mert alapvető dolog, most mindenki sokat beszél róla, és sokan hisznek benne, hogy a Facebook lehallgat minket, másképp honnan tudná. Ezt tudjuk, hogy lehallgat. De nem. De! De nem. De nem azért, mert jó fej. Nem azért nem hallgat, mert jó fej, azért hallgat le bennünket, hogy a fordító szoftver egy tökéletesítse. Igen. Az, hogy a bekapcsolt mikrofonnal lehallgat, az nem így van. Nagyon sokan dolgoznak azzal, hogy elkapják a Facebookot. Ahhoz, hogy én nekem itt menjen a telefonomon a mikrofon, és gyűjtje az adatokat, hogy most egy, nem tudom, virágról beszélek, és megjelenjen majd egy virágból. Biztos, hirdetése. Hogy ez fog történni 5 perc múlva. Hidd el nekem. De technológiailag nem érdemes ezzel foglalkozni, mert 150 megabájt egy napi hanganyag, és azt feltölteni, az 20 petabájt lenne naponta a Facebook esetében, mikor amúgy a viselkedés alapján én ezt meg tudom mondani. De amúgy rengeteg kísérlet volt. Volt olyan, hogy 11 ezer ember egyszerre beszélt valamiről, hogy megnézze, hogy a Facebooknál mi van. Volt olyan, hogy csendes szobába betéve, és így, hogy mennyi az adatforgalom. Tehát látjuk, hogy nem így hallgat le. Nyilván, amikor a Messengeren keresztül beszél, az ő szerverén van, az nála van. És igen, a Google is így fejleszt. Azt akarom csak mondani, de viszont valóban fel fog ugrani hirdetés, mert ennyire jól tudjuk az embereket előrejelezni adatok, viselkedési minták, találkozási pontok alapján. Te ma reggel megnéztél egy weblapot a virágról. Mi ketten most itt egymás mellett vagyunk, és ő befeltételező, figyelj, lehet, hogy ez a virág is szóba került. És tapétalátáson van, 10 reklám feljön, és az egyik lesz a virág, 9 mellé megy, észre se veszem őket, virágnál meg föl sziszenek, hogy... lehallgatod. De nem, ezt azért mondom, mert a bizalom része az, hogyha arról beszélünk, hogy lehallgat a Facebook, akkor nem értjük, hogy igazából az adatok alapján viszont mennyire pontosan lehet minket manipulálni. És a bizalom része egyrészt, hogy értsük meg a dolgok természetét. A másik, hogy szerintem úgy lehet növelni a bizalmat, ha ügyeket fogalmazunk meg, ha mi akarjuk, ha a technológia egy eszköz. Ha én azt mondom, hogy figyelj, én tanulni akarok, vagy meg akarok tudni, mert a virágról megyek, keresek, és olyan jó lehetőségeim vannak, hogy sose voltak. Ha csak ülök és unatkozok, akkor termékké válok, és akkor viszont a technológia fog használni engem. Szóval szerintem emberi oldala van, egy, értsük meg pontosan, mi történik. Kettő, mi használjuk a technológiát, legyenek ügyeink, céljaink, kérdezzünk, menjünk előre, és mert a bizalom igazából nem szeretett közösség, hanem a bizalom az, hogy megfogalmazok egy célt, és az illető, vagy ember, vagy technológia elvégzi azt, és akkor elkezd növekedni bennem a bizalom. De ez hogyan fogja megváltoztatni a mi jövőnket? Itt egyrészt ugye egy erőforrás szűkös világ felé haladunk, ami ez egy racionális, most a kapitalizmusnak befelé kell növekednie, nem kifelé, a minőség növekszik, eddig nagyon erőforrás pocsékolóan éltünk, de jól élünk. És most jön az optimalizáció, de azt jelenti, hogy nagyon sok mindenben fogunk támaszkodni a technológiára, ajánlórendszerekre, hol vásároljak, kitől vásároljak, miből építkezek, mit tanuljak. És szerintem ez a legnagyobb dolog, és ez vezet vissza a bizalomhoz, hogy azért kell megértenünk ezeket az automatizált rendszereket, meg erőforrás megosztásokat, mert ezek segítségével meg tudjuk kímélni a környezetet és az életszínvonalunkat, ha jól működünk együtt. Csak azt, csak akkor, csak annyit használok, amennyi kell. Ezt amúgy nem tudnám idegenekkel megbeszélni, a technológiával ki tudom adni a parkolójámat, el tudom adni a tudásomat, cserébe kapok fűnyírót, stb. Most nem érted, hogy mire gondolok. Viszont ez mind gépi algoritmus ajánló rendszer, amit az előbb beszéltünk, hogy jobban ismertet, hogy én már annyira nem hiszem, hogy ennyire ismer, hogy inkább elfogadom azt, hogy lehallgat, mint azt, hogy ennyire kiismerhető vagyok. Tehát, hogy a bizalom azért kulcsfontosságú, hogyha megtanuljuk a technológiát használni, és meg, hogy a technológia lényegtelen, a rajta levő embereket próbáljuk elérni, akkor a jövőnk jobb.
Én egy olyan jövőképben hiszek, ahol a technológia meg tudja oldani ezeket a helyzeteket, nagyon sok összetett rendszerrel, és sokat tudnék erről mesélni, de ehhez viszont az kell, hogy nem mi legyünk a termékek, hanem mi a használók legyünk. Szóba hoztam már, hogy 1972-ben január 13-án mutatták be a Mechanikus Narancs című filmet, amiről azt mondják, hogy hú, hát az egy ilyen nagyon fura jövőt vázolt. 2023-ban mi az a disztópikus topik, téma, alkotás, ami legalább hasonlóan pontosan vagy rosszabbul vázolná a jövőt? Jó kérdés, ugye a disztópiára kérdezel rá. Egy csomó mindent úgy is látunk előre, hogy víziók. Például most 1900-as évekből származó festményeket néztem, ahol megálmodták a 2000-es éveket, és a tableten keresztül robotkarra gyógyít. Most akkor egy látnok volt, vagy jövőből? Nem, elképzelünk sok mindent. Én azt gondolom, hogy az előttünk álló kihívást, az emberiségnek ezt a hatodik hullámát meg fogjuk oldani. De attól félek, hogyha a disztópiát kérdezed, hogy ne csak az én pozitív projektjeimről beszéljek. Szerintem a disztópia az, hogy kiengedjük a kezünkből az irányítást, egyre több kompromisszumot kötünk az egyszerű túlélés kedvéért, és emiatt lemondunk olyan értékekről, amiket meg fogunk bánni, de észtesen veszünk. Ez mindig így zajlik válsághelyzetek esetén. A technológia arra jó, hogy ezeket viszont eddig soha nem látott módon minden pillanatban kontrollálja és ellenőrizze, tehát nehezebb lesz visszaállni. Az én disztópiám az, hogy gyakorlatilag nem lesz mozgásterünk. Tehát a választás szabadságát veszítjük el sok szempontból. Önkéntesen mondunk le róla, vagy nem veszük észre, hogy elvették tőlünk? Ez nyilván nagyon összetett, mert egyrészt ki miben akar választani, vagy ki mit tart fontosnak. Most van lehetőségünk arra, hogy megfogalmazzuk azokat az értékeket, amik mentén akarunk mozogni a következő években. Minden iparág, minden szakma kapott egy kérdést, egy tükröt, hogy mi a fontos neked. Mi az oktatás? Mi a pénz? De Magyarországon meglehetősen rossz válaszokat adunk rá. Tehát beszéltünk arról, hogy az egészségügyben hogyan a mesterséges intelligencia, igen, nagyon jól haladunk, aztán jön Pintér Sándor, aztán mindenkit hazaküld a tabletjével a francba, azt lehet sorbálni reggel kihallgatásra. Igen, az örök probléma, hogy a mát, vagy a holnapot akarom megoldani, vagy a holnap után. És Magyarország esetében, amellett, hogy ugye imádom is ez a hazám, az probléma, hogy nagyon jó kitörési pontjaink vannak, de szisztematikusan nem használjuk ki ezeket. Tehát, hogy például a vizuális művészetekben, vagy programozásban, egyébként algoritmikus gondolkodásban, az, hogy a világ keresztútján vagyunk, az, hogy van egy olyan szerencsés helyzet, hogy elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy legyen technológiánk, de ahhoz nem elég, hogy megvegyük a készeket, ezért szuperül innoválunk, barkácsolunk. Van egy csomó versenyelőnyünk, de ezekkel nem élünk. Ez, hogy ez most napi politika-e, vagy egyszerűen csak a merészségnek a hiánya, vagy egyszerűen csak a kényelmi mozgás. Mert mindig kényelmesebb egy egyetemet úgy fejleszteni, hogy felhúzok még egy épületet, és nem úgy, hogy kifejlesztek egy olyan tananyagot, ami sose volt. Mert azzal bukhatok, nem tudom. Én alapvetően Magyarországnál jóval szegényebb országokban dolgozva is azt láttam, hogy félelmetesen nagy sikereket lehet elérni. Szerintem nem vagyunk lemaradva semmiről, de egy hálózatos világban élünk. Én, amit kockázatosnak tartok, az a hálózatokból való kiesés. Tehát, hogy azt nagyobb veszélynek látom, mint az, hogy most épp mire költjük ebben az évben a pénzt, mert túl. Itt Magyarországon tény, hogy nehéz látni azt, hogy mik a hosszú távú stratégiai célok, mert a túlélésre játszunk. Mondjuk az Erasmusból való kiesés az azonos ezzel? Nagyon fontos, mert egyrészt az is hálózat. Van egy csomó mérhető dolog, és egy csomó nem mérhető. Az eminek egyébként a legnagyobb hazugsága az, hogy azt mondja, hogy minden mérhető. Ezt ne higgyük el neki, amellett, hogy imádom. Azt, hogy egy Erasmusnak mi a hatása, hogy egy megfelelő piata, hogy gazdálkodik vele, 20 év múlva jó fejlesz-e vagy sem, ezeket nem tudjuk mérni, de tudjuk, hogy van. Ilyen szempontból borzasztó nagy probléma a kiesés. Olyan szempontból nem probléma, hogy van rá pénz. Tehát, hogy meg tudjuk oldani a saját pénzből, és legalább eldől, hogy fontosnak tartottuk el. Tehát, hogy azért utazok, meg kapom ingyen, vagy azért, mert fontos nekem. Nem baj, ha néha. De maga az Erasmusból való kiesés lehetősége, nyilván ez is a hálózatok csökkenésének. Tehát, hogy minden ilyen kis elpattanó szál, az probléma. Tehát mi információs társadalomnak hívjuk a jelenünket, hogy az adat a legfontosabb, de a hálózatok ugyanilyen fontosak. Tehát utakat építünk, internetkábeleket építünk, embereket kapcsolunk össze applikációk segítségével, hálózatokat. Tehát ezek nem szabad felfesseljenek, vagy megkopjanak. Ilyen szempont, én szerintem egyébként ezek még mindig
ez most konkrétan az Erasmus ügy azért nekem még mindig egy ilyen kis húzavonális játszmának tűnik, tehát én nem gondolom, hogy ez el van döntve, de kevés, egyébként kevés országon annyira jó helyzetben a jövő tekintetében, mint Magyarország. Tényleg. Klímaváltozás szempontjából a 10% legszerencsésebb országban vagyunk. Miért is? Mert olyan helyen vagyunk földrajzilag, tehát hogy ami érinteni fogja az egész világot, és ami már ott élhetetlen dolgokat tesz nálunk, abban fog megjelenni, hogy igen, melegebb lesz. El tudunk kezdeni fügét termeszteni? Tudunk változtatni, igen. Tehát most az, hogy 43 fok van nyáron 10 éven belül, ott brutálisnak hangzik most. De egészében egy mediterrán ország. Igen, más növényeket kell termesztenünk. Igen, valószínűleg az építkezésben is új technológiákat kell használnunk, mondjuk organikusabban, önhűtő épületek, bármi, de van lehetőségünk, van mozgásterünk. És egyébként technológia, sőt, digitális írástudás területén is tök jó helyen vagyunk. De nagyon kevés ország van ennyire jó helyen, helyzetben, mint mi. Tényleg, ez most nem egy ilyen kincstári optimizmus, hanem tény. Csak élni kell vele, ahhoz meg az kell, hogy hálózatokban maradjunk. Tehát, hogy meg kell találni azokat a fogaskerekeket, amikben mi nélkülözhetetlenekké tudunk válni. Egy jó példa, most akár nézzük csak Tajvant, ami nem azt mondta, hogy én leszek a világ legnagyobb valamilyen valamiben, hanem a világ legnagyobb valakiknek egy kritikus beszállító leszek, egy kritikus elemnél, és kész. És onnantól kezdve gyakorlatilag a politikai jövőjét is biztosította. Tehát azt akarom csak így a politikára visszautalva, vagy nem mindegy, hogy úgy alkodozunk-e, hogy mi gyártjuk az Európai Unió összes digitális tananyagát, mit csináljuk a legfejlettebb emiket, mert a magyar nyelv annyira tolsz, hogyha azzal csinálsz jó emit, akkor mindenből csinálsz jó emit, és akkor más egy alkú alap egy ilyen vita esetén, hogy most legyen Erasmus, akkor könyörögnek térden áll, hogy léci, gyertek hozzánk, magyar hallgató. Ezt azért kivárjuk. Említettem a beszélgetésünk elején, még a hírek alatt beszélgettünk, hogy ma reggel szerettem volna Kis Tamás szociológussal, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatójával beszélni a román népszámlás legfrissebb adatairól, amiből az is kiderül, hogy Romániában is fogy a népesség, de az is kiderül, hogy a magyarok aránya is radikálisan vagy látványosan csökkent, illetve felgyorsult. Említetted az előbb azt, hogy Magyarország a hazád, de tudom, hogy Gyergyó Szent Miklóson születtél, és azért az erdélyi gyökereidre is büszke vagy. Te ezt hogy látod, miként látod? Látod az okát, vagy ez így van-e? Elhallgatták, online volt most a népszavazás, tehát nem volt kötelező válaszolni arra, hogy minek tartod magadat. Ez biztos, hogy Tamás pontosan 1 milliószor jobban tudná, most a saját véleményemet tudom csak mondani. Amúgy is van ugye egy elég komoly népességmozgás Romániából is kifelé, tehát az, ami nálunk néhány százezer elvándorolt ember volt, az ott másfél millió. Igen, tehát, és ez nem csak a magyarokra, vagy székelyekre, vagy bárkire vonatkozik, oda-vissza az országon, belül is nagyon komoly átrendeződések voltak, gondoljunk akár Kolozsvár, már-már világvárossá növekedés. Másrészt azért itt volt belpolitikai viták is voltak, tehát kampányok voltak, hogy most magyarnak vald magad, vagy sem, hogyha nem vallod magyarnak magad, ezért jó, ha magyarnak vallod magad, azért jó, ugye, mert volt itt egy ilyen fogalmi játék is, hogyha a székely kisebbségnek vallod magad, vagy hogyha a magyar kisebbségnek, vagy egyáltalán minek, milyen vallásúnak. Ebben viták voltak, és szerintem ezek is lemorzsoltak dolgokat. Másrészt azt is látnunk kell, hogy bizonyos, főleg polgári rétegekben igenis csökken a lélekszám. Emúgy Magyarországon és az Európai Unió országaiban nálunk legmagasabban csökken a lélekszám. Ezek mind együtt szerintem, de én szerintem a drasztikus változást sokkal inkább kulturális és fogalmi játékok és aktuál politikák döntötték el, mint valóban az embereknek az elmúlása. Ezek mik lettek ezek a játékok? Hát például ez, hogy minek vallom magam a népszámlálásba, és csupa jó indulattal vallotta magát mindenki ennek vagy annak, mert meggyőzték arról, hogy ha most sok magyart mutatunk fel, akkor jó, vagy hogyha nem, pont, hogy kevesebbet mutassunk fel, akkor ez a jó. Erről egy elég éles vita ment az emberek között. Másrészt az, hogy valóban hol is érzem most már magam otthon, tehát hogy hazaszavazok vagy sem. Itt a magyarországi politika is megzavarta azért ezt, nagyon sok ugye Erdély még mindig itt, vagy már gyakorlatilag itt él, és stb., de az a hazája, de viszont ott is szavaznak az itteni politikai helyzetre. Ezek erodálódnak. Én amit nagy problémának látok, az az, hogy a kulturális sokszínűség biztos, hogy versenyképző erő.
a globális dolgok, tehát az, hogy a globális trendekre lokális erővel reagálva, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és annó én még akkor gyerekként nyilván nem ezért, de a Ceausescu diktatúra alatt a kultúra igenis egy ilyen szembenálló erő volt. Tehát azért is ápoltuk, mert ezzel maradtunk meg, és ez segített. Most nincsen ilyen, amivel szemben ne finiálom magam, hanem kényelmi döntések vannak, és szerintem ez a kulturális erodálódás is benne játszhat abba, hogy hát mégis fontos-e nekem, hogy annak valljam magam, vagy sem. Teszek-e effortot azért, hogy én most pertüntetem ezt, vagy sem. De ez tényleg, ez csak az én teljesen magánvéleményem, mert most nem ilyen védekezésképpen, hanem én ezekben a vitákban részt vettem, és nagyon rossz volt nézni azt, hogy ami eddig egységes álláspont volt, most vagy 10-20 féle álláspont is volt a otthoniak szájából. A jövőt betekintve lesz, el fog kopni, erodálódni fog még inkább az, hogy ki minek tartja, vallja magát, lesz jelentősége, vagy nem lesz jelentősége a távoli jövőben? Biztos, hogy lesz. Azt is látjuk, hogy ez jóval fragmentáltabb, töredezettebb, mint eddig volt. Tehát most már egy vallást is például nehéz megfogni, nem az egész életemet határozza meg, az vagyunk. Sok helyzetben meghatároz, de sok helyzetben nem. Tehát egyszerre több identitásunk tud lenni, akár a digitális témán, akár a fizikaiban. Tehát egyszerre vagyok székely, magyar, kutató, cégvezető. Tehát ez az egész világ egy ilyen töredezettség felé visz. Egyik pillanatban fizikai munkásként dolgozok, másik pillanatban szellemi dolgozóként. Ezek a játékok régen nem voltak. Tehát ezek töredezettségeket jelentenek, viszont mindenki érzi, hogy abban vagy sikeres, amit szeretsz, amiben értéket találsz. Ezeknek az értékeknek a megőrzése, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Most, hogyha a mesterséges intelligencia fejlesztésnek három nagy irányát különböztetjük meg, a kínai, európai és amerikai, akkor látjuk, hogy az amerikai, például az európai a kulturális értékek megőrzése mentén mozog, például a jogi szabályozás támogatásával, viszont ez versenyhátrány. Tehát, hogy emiatt maradunk le folyamatosan, és ezért jó kérdés, hogy most mit, hogyha engem megkérdezne valaki, hogy most az EU hogy fejleszt az EMI-t. Engedjük el a gyeplőt a jogok területén, és akkor viszont sikeresebbek lesznek az EMI-eink, vagy őrizzük meg a sokszínűséget cserébe, amerikai vagy kínai szoftvereket használunk, mert jobban működnek. Én elkötelezette hiszek ebben, és számításaim, és egyáltalán a jövőképém is azt mutatta, hogy ezek az értékek megőrzése, ez versenyképességi tényező. A magyar iparra milyen jövőt láttál 2022. decemberében? Itt milyen 2023-at? A tavaly évre én azt mondtam, hogy ez a döntések éve lesz olyan értelemben, hogy a koronavírus után bevezettünk egy csomó mindent, és utána eldöntjük, hogy mit az, amit megőrzünk, és mi az, amit eldobunk, hogy nem is kellett. Ez az év a technológia felnövekedésének az éve lesz. Az EMIC megjelenése és nagyon sok technológia, például az agráriumban és az egészségügyben meghatározó lesz a magyar gazdaságban is. Eddig, amikről beszélgettünk, ipar 4.0, vagy e-egészségügy, vagy digitális oktatás, ezek most nőnek föl ebben az évben, és ezzel fogunk találkozni. Az, hogy konkrét, hogyha most azt kérdezed, hogy föl vagy le fognak menni mondjuk az euró árfolyama, vagy sem, hát ezek azért sokkal inkább ilyen rövid távon politikában működnek. Én Magyarország szinten azért főleg céges elemzéseket szoktam készíteni, ország szinten nagyobb régiókban gondolkodunk, tehát egy nagyon kicsi, nagyon sajátos helyzetben vagyunk, és egy nagyon gyorsan változó politikai helyzetek vannak, ezért ilyet, hogy mondjuk milyen lesz fél év múlva az euró, lehet becsülni, de én azt nem szoktam. Értem. Én amúgy sem foglalkozom a mondjuk úgy helyi politikával. És az elektromos autókkal mi lesz? Ha már szóba került a számítógép, illetve a technológiai gyártás, éppen szintén tegnap jelent meg egy hír, hogy Svédországban találtak valami hihetetlen olyan ásványanyagmezőket, amelyeket eddig csak Kínában bányáztak, ami pont a mindenféle ilyen számítástechnikai eszköz gyártásához tud. Akkor most biztos nagyon boldogok. Hasznos lesz. Nyilván nagyon boldogok, nyilván nem láttad még a hírt. Nem, ezt nem. Ami erről szólt, ki is printeltem. De az emberiség jövőjét, amikor beszélgettünk az beszélgetésünk elején, akkor mondtad, hogy szerinted meg fogjuk oldani azokat a problémákat, amelyekkel szembesülnünk kell. Új helyeket fogunk találni, új felületeket az életünkre, a létezésünkre, vagy mi lesz a megoldás?
30 éve 4 milliárd ember volt, most 8 milliárd van. Igen, most 8 milliárd van, azért az is látszik, hogy maga a biológiai ív is csökken, 10 milliárd ember tud eltartani a Föld, és látszik, ugye ez a népességszaporulat, ez nem most a legmagasabb, hanem 10-20 évvel ezelőtt volt az. Az én vízióm nem az, hogy tegyünk át mindenkit a metaverzumba, és akkor majd ezzel kipipáltunk mindent, hanem az én vízióm az, hogy most jelen pillanatban nagyon-nagyon sok az erőforrás pocsékolás. Akár abban, most csak nézzünk egy dolgot, a városi közlekedés, van-e saját autód, vagy nincs. És ez egy jó ideig az, hogy az autó státusz szimbólum, vagy a szabadság kifejezése, nem tudom elképzelni az életem egy saját autó nélkül, nekem is van saját autóm. De el tudod képzelni. De például ez jó megoldás az autó megosztó szolgáltatások. Van egy csomó mély trend, ami mutatja, hogy együttműködő társadalom felé megyünk. Az, hogy egy látássérült ember bevásárolja, meg tudom oldani sokféle technológiával, de a legjobbak azok, amikor egy ember segít a másiknak, egy egyszerű Skype hívás segítségével hazafelé. Az emberiség történetében először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál 10 éven belül. Nagyon sok olyan változás van, ami... Hogyan? Már úgy kapják fel a hallgatók a fejüket? Hát most, és ez nem az informális vagyon, mert az, hogy igen, én is ezt akartam megvenni, drágám, de az én számlámról fizetünk. Hát ennek több oka van, nyilván azért is, hogy a férfiak korábban halnak, de azért is, mert a nők jobban érvényesülnek most már a gazdasági életben, az elmúlt évtizedekben, mint ahogy eddig hagytuk nekik, és egy csomó más oka is van. Hagytuk nekik... Hát hagytuk nekik az, hogy egy hímsoviniszta társadalomban üvegfalakat és üvegplafonokat építettünk mindenhova, és saját magunkat fosztottuk meg egy olyan lehetőségtől. Tehát nem mondhatunk le az emberiség feléről. És azért volt az emberi történelem java részében, azért nem tudom, hogy a hülyeháncig. Tehát nyilván, hogy ez egy természetes dolog, és de azért az, hogy erről beszélünk, tehát az, hogy mindkettőnk számára, hogy a nők mennyire jó fejek, és hogy nincs különbség, ugye most evidens, és már attól érezzük kínosnak magunkat, hogy ezt mondjuk. Szóval, igen, de mondjuk egy 50 évvel ezelőtt nem így volt. Tehát hogyha az emberiség a fejlődésének még a kezdetén van, tehát egy kis tutyok bolygót próbálj megakadályozni, hogy felgyulladjon és ne halljunk meg, de utána meg majd megyünk tovább. Tehát, hogy 12 ezer éve csináljuk ezeket, reagálunk helyzetekre, technológiákat fejlesztünk, átírjuk a játékszabályokat és megoldjuk. Ezt is meg fogjuk oldani. Az a kérdés, hogy mennyi lesz a vesztese ennek a változásnak és a győztese. Szóval, hogy már azzal, hogy mondjuk kihasználom a helyet, kihasználom a levegőt. Lesznek látványos technológiáink is, fúziós erőmű, nem tudom, napelemek az űrben, víztisztító berendezések, GATT Európa közül, egy csomó mindent tudunk csinálni, de én legjobban a társadalomnak az együttműködésében hiszek. Azok a számítások és megoldások egyértelműen azt mutatják, hogy ezzel meg lehet oldani. Csak azért, mert nem olvastad a hírt, most közben megkerestem. Uh-huh. A svéd állami tulajdonú LKAB bányával csütörtökön közölte, hogy több mint 1 millió tonna ritka földfém oxidot azonosított az ország északi részén található Kiruna területén, amely az egyik legnagyobb ismert ilyen lelőhely Európában. Európában eddig nem bányáztak, ezért a kontinens Kínából szerezte be az értékes alapanyagot. Ezek szuper hírek. Minél értékesebb az erőforrás egyébként, vagy ahogy növekszik az értéke, úgy már a bányászása is. Tehát most Magyarországon is néhány olyan dolgot mondjuk már eleve az energiagazdálkodás területén megteszünk, ami nem érte meg 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt. Egy ilyen új lelőhely az is szuper. Még szuperebb az, hogyha nem véges erőforrásokra támaszkodunk, hanem több lábon csináljuk meg azt, hogyha nem pocsékolunk most ezzel a csúnya szóval. De eddig az elmúlt 100 évet azzal töltöttünk, hogy éljünk jobban, és mindenből legyen több, és pocsékoltunk. Az első technológia, amit tényleg hatékonyan kezdett fejleszteni az emberiség, az infokommunikációs technológia. Ha olyan technológia intenzitással fejlesztettük volna az automotort, mint most az okostelefonokat, akkor 1 liter benzinen 6000 kilométer tudnál menni. Ez egy nagyon híje példa. És mi az Isten csinálunk 6000 kilométerre? Tehát mi haszna van annak, hogy elmegyek 6000 kilométerre 1 liter üzemanyaggal?
Jó, most ez ezért... Nem, annak lenne haszna, tehát azért mondom, hogy belső fejlődésen, hogy most az, hogy amennyi vizet elpocsékolunk, csak Budapesten naponta egy tónyi víz megy el fogmosás közben, és akkor én ilyen nem projekteket szeretnék... Vagy mossunk, csak hogy ezt a vizet, ami pocsékba ment, tehát nem úgy a fogmosással, hanem az, hogy a fogmosás alatt folyik-e a víz, vagy sem. Hogy tudom rávenni az embereket, hogy zárják el? Mit tudok kezdeni azzal a vízzel, amit ezzel nyerek? Okos mérőórák, körkörös gazdaságok, blokklánc technológiák, ezek ez csupa szexi dolog, és imádom ezeket használni, de a lényeg mindig az, hogy az emberek életszínvonalat megtartsuk, és úgy mentsük meg a helyzetet, hogy észre se veszik. Tehát az, én úgy bemenni az emberek fejébe, hogy érdekelté váljon. 60-as években édesapám arról írt cikkeket, hogy kapcsoljuk le otthon a villanyt, mert hogy ne égjen feleslegesen. Igen. Most is beszélünk erről, de nem kapcsolják le az emberek. Nem azért, mert rosszak, hanem mert emberek vagyunk, élünk, stb. De hogyha viselkedés módosítást érek el azzal, hogy mondjuk lekapcsolom, és tudom azt, hogy azzal, hogy lekapcsolom, mondjuk ingyen parkolóhelyen van a szomszédvárosban, vagy létrejön a nem tudom kriptovalutám, amivel a bankban nem tudom milyen hitelt kapok, ami nem azt jelenti, hogy mindenhol kínai állampolgári pontok rendszerű kell építeni, és technológia korlátozott világ, hanem ezek különálló, egymással nem összefüggő megoldásoknál az embereket igenis motiváltá tudjuk tenni a mai fiatalok. Tényleg máshogy gondolkodnak például a környezettudatosság, stb. Terén. Látványosabbnak tűnik a változás, tehát azért van egy csomó Facebook huszárság és digitális látványkeresés is, de nagyon mások projektjeikben. Sokkal inkább a kis win helyzetekre, tehát win-win-win-win, sok kis győztes legyen, mint egy nagy győztes helyzeteket, sokkal jobban fogadják. Ez teljes generációs váltás, tehát hogy azt gondolom, hogy ha ez valóban így van, ahogy te mondod, akkor ez forradalmi változásnak számít. Ez az, hogy az elmúlt 150 évnek ez a... Tehát elkezdtünk életminőségjavító gépeket gyártani nagy mennyiségben. A mosogatógéptől az autótól kezdve bármeddig. Emellé tettük a fogyasztói társadalmat, azelőtt nem ez volt a vízió. Ez 150 évek, 1880-as évektől kezdtük el, ezt a kettőt egymás mellé tettük, és borzasztóan a sikert hozott. Megduplázta az élettartamunkat, összezsugorodott a bolygó, luxusban él sok ember, sokan meg nem, tehát egy ne értsen félre senki, azért ugye rengeteg országot dolgozom, de összességében az emberiség föllép egy szintre, ennek van két következménye. Egy, nagyon sokan leszünk, mert aki születik, megmarad és hosszabban élünk, másik, hogy mindenki ezen az életszínvonalon akar maradni. Teljesen logikus, hogy most optimalizáció jön, azt és akkor is úgy, másrészt meg az egyre intelligensebb megoldások. Az internetet nem azért fejlesztettük ki, hogy Facebookozzunk, vagy tök jól tudjunk játszani, bár imádjuk játszani, hanem azért, hogy idegenek tudjanak együttműködni egymással, úgyhogy észre se veszik. Ma az emberek nagyon nagy száma még Magyarországon is használ együttműködő szolgáltatásokat, például egy útvonaltervező, ahol igazából látása mindenki érti az üzletet, hogy én megadom az adataimat, te is megadod az adataidat, cserébe tudom, mikor érek oda. Mentálisan nagyon pontos ám, hogy tudom, mikor érek oda. Tudom, hol a rendőr, lelassítok. Mindenféle játékot játszom. Igen. De ilyenből most ez az egy van, és ezt mindenki érti. Ilyenből lesz 10-20 éven belül az élet minden területén sok. Napi 10-20-30 mint ilyet fogunk használni. Nem tudom, lefotózok egy épületet, és lehet, hogy azban a pillanatban bekerül egy oktatási tananyagba, mert én lefotóztam valamit, érted? Tehát, hogy ezek az együttműködések nagyon természetesek lesznek az embereknek, és sikerélményeket fognak adni, és ezért mondtam azt, hogy viszont az algoritmusokba való bizalom, ezért, mert most a Google miért nevezett neve egy olyan szolgáltatás, azt mondja, hogy figyelj, most ingyen használod, kicsit fizess csak, és 5 perce mindig hamarabb fogsz oda jutni, mert ugye én szortírozom az autósokat, nem a piros lámpa szortíroz, hanem a vaze szortíroz, és akkor engem be fogsz szortírozni a felső 10%-ba. Fizetni fogsz érte? Igen. Igen, ez egy boldog és optimista jövő, ez már sem más nem kell, csak az, hogy mi meghalljunk, és jöjjenek a fiatalok helyettünk. Nagyon szépen köszönöm Rab Árpád jövő és trendkutatónak, a Budapesti Kornusz Egyetem docensének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Intézet tudományos főmunkatársának, hogy itt volt velünk, és megosztotta a vízióját. Köszönöm, hogy itt lehettem. Velem és a hallgatókkal.